Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Tegyük a helyére sorozat ma esti adásának a nézőit. Szeretném elmondani rögtön az adás elején, hogy ebben a szezonban ez lesz az utolsó ilyen beszélgetésünk. Nagyon köszönjük, hogy kitartóan velünk voltatok, követtétek ezt a műsort, köszönjük a sok észrevételt, hozzászólást, kérdéseket, köszönjük a rengeteg visszajelzést, biztatást, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy megosztattuk veletek a gondolatainkat, és bízunk benne, hogy nem csak az elmúlt időszakban, hanem még ma este is hasznatokra lesz mindaz, ami el fog itt hangozni. A nyári szünet után valamilyen formában majd visszajövünk, de a nyári időszak alatt sem fogtok tartalmak nélkül maradni. Az ige hirdetéseinket, a különböző üzeneteket, illetve egyéb exkluzív tartalmokat, bibliaiskolát, egyebeket meg fogtok találni majd a YouTube csatornánkon, és egyúttal szeretném is mondani, hogy ha szeretnél értesülni rögtön azonnal arról, hogy ha valamilyen új tartalom kerül föl, erre már sokat emlegetett YouTube csatornára, akkor kérünk, hogy kattints rá a feliratkozni gombra, és hogyha feliratkozol, itt szeretném bejelenteni, hogy az elmúlt héten átlépte a YouTube csatornánk a 25 000 feliratkozónak a számát, aminek nagyon-nagyon örülünk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ilyen sokan követnek bennünket, szóval, hogyha szeretnél te is feliratkozni, ha ezt megteszed, akkor azonnal fogsz értesülni minden egyes új tartalomról, amit itt közzéteszünk. Na de visszakanyarodva a mai estéhez, nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban azt a két legfontosabb személyt, akik nélkül ezek az adások nem jöhettek volna létre. Murányiné Jucust, illetve Murányi Tibort, ismertebb nevén Mutit. Ők azok, akik a technikai stáb elnyűhetetlen tagjai, és nagyon hálásak vagyunk a munkájukért, kitartásukért, álhatatosságukért, szerítségükért, és még lehetne sorolni, mennyi minden van, amit megtapasztaltunk itt a sok-sok adás alatt, szóval hálásak vagyunk nekik, és szeretném a stúdióban köszönteni a beszélgető társaimat is, Piszter Ervin, Görbisz Tamást és Takács Ferencet. No hát a technikai és egyéb információk után akkor hangozon el az is, hogy a mai beszélgetésünknek Görbisz Tamás azt a címet adta, hogy félelmetes-e a jövő, és rögtön szeretnék a téma közepébe várni, hogy ha, és kérlek beleteket, hogy most ne azokat a jegyzeteket osszátok meg, amiket már előre felírtatok a témában, hanem csak nagyon röviden, maximum 3-4 percben válaszoljatok arra, hogy féltek-e a jövőtől, ti személyesen. És akkor kezdjük talán Ferivel. Néha igen. Hogyha megengedem azt a luxust magamnak, hogy elfeledkezek Istenről, és úgy csak úgy engedem, hogy a gondolataim elszáguldozzanak mindenféle információknak a hatására, akkor igen, megkísért a félelem. Akkor, amikor az Isten jelenlétében vagyok, és az ő jelenlétében elkezdem a jövőt is úgy látni, ahogy ezt ő készítette el nekünk, akkor az Isten szeretete ezt a félelmet kitessékeli. Köszönöm szépen. Ervin, félelmetes a jövő? A jövő mindig félelmetes az embernek, de szerintem egy hívő ember az nem erre figyel. Vagy legalábbis, hogyha megcsapja a szele, ahogy a Fed is említette, akkor tudja, hogy hova lehet fordulni. Szerintem ez az egyik legnagyobb, nekem személyesen legnagyobb érték, vagy a legnagyobb ajándék, hogy bármit is hoz a jövő, vagy bármit mutatnak a mutatók, vagy hangoznak a hírek, vagy egyebek, akkor az ember tudja, hogy Istenben van a védelmünk, Istenben van az oltalmunk, Istenben van a segítségünk. Én is úgy gondolom, hogy hova néz az ember, ha erre néz, akkor elfogja a félelem, ha az Úrra figyel, akkor pedig megszabadul és felszabadul, és biztonságban lakozik. Köszönöm. Tamás, félelmetes-e a jövő? Hát csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz. Ha a világ sorsát nézem, akkor elég félelmetes képet festenek a híradók is, meg fest a Biblia is. A különbség a kettő között annyi, hogy ugye a világi hírekben nem csillan fel a remény,
hanem szándékosan sokkolni is akarnak bennünket. Ugyanakkor a Biblia azt is világossá teszi, hogy a szenvedés, vagy a nehézség, vagy a baj sohasem örök. A végén mindig a jó győz, és ez nem csak egy hollywoodi film, hanem tényleg így lesz. És ez az oka annak, hogyha az ember érzi, hogy a jó oldalon van, és a jó oldalán áll, akkor ezeket a félelmeket, ezeket a rettegéseket adott esetben, a baljós árnyakat, ezeket le lehet győzni, és nem kell, hogy ezek határozzák meg az életérzésünket, vagy hogy ezekből cselekedjünk, beszéljünk, szóljunk, alakítsuk a kapcsolatainkat, hanem hallgathatunk olyan híreket is, amik őszintén is igazán jó hírek. Köszönöm szépen. Kimondhatjuk, hogy tulajdonképpen rekordidő alatt sikerült megválaszolnunk a címben szereplő kérdést, úgyhogy akár el is köszönhetnénk, és le is fejezhetnénk ezt az évadot. De nagyon boldog nyarat kívánunk. Nagyon boldog nyarat kívánunk, és boldog jövőt, de akkor egy kicsit arról beszélgessünk, és Tamás, hogyha már nálad volt a szó, és te voltál ennek a mai esti beszélgetésnek a címadója, hogy miért választottad ezt a témát, tehát mi az inspiráció emögött, a cím mögött. Mi beszélgettünk erről ugye egymás közt, és próbáltuk fejtegetni azt, hogy mi az, amit látunk, hogy az emberek életét befolyásolja. Mi az, amit mondani tudunk nekik, amivel segíteni tudunk nekik. És azt látjuk, hogy noha ezt a témát már azért strapáltuk párszor, azért alapvetően az embereknek az életérzését, a hívőkét is befolyásolja a jövőtől való félelem. Szorongástól a pánikbetegségig bezárólag, a lakhatási válságtól a hova megy majd iskolába a gyerekem, ránk dől-e a klíma, utolér-e az atomháború, újabb vírus készülődik a nem tudom én hol. És az emberek sokszor érzik azt, hogy nem tudnak megfelelni majd azoknak a kihívásoknak, amelyek rájuk várnak, és ez szorongással tölti el őket. De mindannyiunknak, akik hívők vagyunk, ez az élményünk, amiről szó is volt vasárnap, ugye Feri idézte a 73. Zsoltárt, ami ugye a 4. könyvnek az első Zsoltára, nyitó Zsoltára nem ok nélkül, mert ezt mindenki átéli valahol, Aszáf is átélte, míg nem bement az Úr házába. Tehát amikor belépünk Isten házába, akkor minden egyszerű lesz, és minden világos lesz. Tudjuk, hogy van egy mindenható Isten, ő tudja, hogy mit akar csinálni, a céltudatosan, következetesen teszi, ő a mi oldalunkon áll, mi az ő oldalán állunk, és a dolgok végül nagyon jók lesznek, mert egy jó Istent szolgálunk. És amikor az ember ennek a tudatában van, és ennek a tudása és a tudata tölti be a szívét és a lelkét, akkor nevet a rossz hírden, tehát úgy, hogy szinte egy másik Zsoltár mondja, hogy szíve erős, az Úrban bizakodik, és nevet, amikor rossz híreket hoznak. Azért, mert tudja, hogy a világ olyan, amilyen, és a világ állapota felől a Biblia se ígér túl sok jót az eljövendőre nézve, de azt is mondja, hogy ami azoknak a veszedelem jele, az nektek az üdvösségé. Ervin, szerinted van aktualitása ennek a témának? Közben nagyon boldogattál, sok emberrel beszélgetsz, tetten érhető ez az általános félelemszorongás? Igen. Te mit tapasztalsz? De azt látom, hogy ahogy el is hangzott, hogy azok az emberek, akik ebben megmérettetnek, mindnyáján megmérettetünk, tehát ezt fölöslegesen nem tagadni, valamelyik területén az életnek, tehát kit ez, kit az. Az egészség területén, mi lesz a gyerekkel, mi lesz az unokával, stb. Azok, akiknek élő hitük van, és az a fajta Istenhez menekülési késztetés megvan bennük. Tehát valahogy én is azt látom, hogy, és ez a tanácsom is, innen is, ezennel is, hogy nincs jobb módszer, és nincs jobb pirula annál, mint hogy azt mondani, és azt képviselnünk, és azt megpróbálni átadni, hogy ugye vannak nehéz idők, mondja is a Biblia, és vannak olyan idők is, amikor csak egyetlen egy mód van, egyetlen megoldás van, hogy ilyenkor elrejti magát az igaz, és belemenekül az Úr jelenlétébe. És az Úr jelenlétében mindig, tehát tényleg az egyház történelemben is azt látni, a kezdetektől is, akár Jézus életét, akár a tanítványok életét nézzük, akár az ószövetségi szentek, mindig voltak nehézségek, kihívások,
És mindig azt látjuk, hogy az igazi megoldás az ez volt, hogy az Istenben nyugszik meg a lelkem, csak tőle van a segítségem, az elrejti magát az igaz, belemenekülünk az Isten jelenlétébe. Ezek nagyon közhelyes dolgok. De igazából, ha ezt az ember komolyan veszi, és meg tudja legalább valamennyire valósítani, akkor azért minden esetben meg átéli és megtapasztalja azt, hogy jöhetnek az áradások, jöhetnek az endülések, jöhetnek a nehézségek, de mint egy kősziklán, aki az Úrban nyugszik, az kősziklára építi a házát. És én ezt nagyon fontosnak tartom. Tényleg nagyon fontosnak tartom, hogy ezekben az időkben is ezt képviseljük, próbáljuk ezt átadni, és ennek mindig jó gyümölcse van. Igen, Feri, utaltál az elején arra, hogy neked is meg kell harcolni olykor a félelemmel és a szorongással, tehát mindennyiunkat érint ez. Ugyanakkor sok ember között forgolódsz, hogy neked mi a benyomásod tényleg az emberekben? Extrán nagy félelem van ebben az időszakban? Hát rájátszanak erre rendesen a hatalmasságok, úgy a szellemi hatalmasságok, mint a politikai hatalmasságok. Az az ember, aki fél, az sokkal jobban irányítható és manipulálható, a döntéseit sokkal inkább lehet irányítani és manipulálni, és erre mondom a szellemi, meg az emberi szinten is komoly erőfeszítések történnek. A médiában a jó hír az nem hír. Csak a negatív hír az a hír, ami félelmet, szorongást, aggódást, rettegést hoz létre, és a félelemből való cselekvést próbálja indukálni. Na most én nekem, tehát eljutottam régebben is már oda, meg szerintem el kell jutnunk oda, hogy én tudom, hogy a félelem az én ellenségem. Tehát akkor, amikor én átélem ezt a szorongást, a jövőtől való félelmet, vagy a bajtól, vagy attól, hogy a családdal, az egészségemmel, a jövővel, az anyagi helyzettel, a jaj, mi lesz, és azt veszem észre a gondolataimban, hogy ilyenek tűnnek fel, én nálam ilyenkor kigyullad már a piros lámpa, és tudom, hogy ez pontosan a hitnek az ellentéte. Tehát a félelem az az ellenségem, és az ellenségünk, az egy negatív hit, az a rossznak a várása igazából. És én ennek ellene állok, és úgy tudok, tehát a magam erejéből nem tudok ellenállni, mert hát amikor a klímakatasztrófa jön, és az ember előtt fölsejtleti a média, vagy a hírek, vagy hogy milliók fognak rövidesen a forróság elől ebbe az irányba nyomulni, és egy zombi film apokalipszisét vetíti előre, hát az ember, adatok vannak arról, különösen a fiatalok körében, hogy szorongnak a jövőtől, a klímakatasztrófától, hogy egyáltalán lesz-e jövőjük. Na most ez elől elmenekülni, én kijelentettem, hogy természetes szinten lehetetlen. Tehát a János apostol adja meg a levelében a választ, meg az Isten emberei ezt csinálták mindenkor és mindenütt. Azt mondja János, hogy az Isten szeretete, amikor teljessé lesz, amikor erről létrejön bennem a meggyőződés, hogy én Istenhez tartozom, hogy Isten szeret engem, hogy az ő kezében van a sorsom, hogy az ő kezéből senki ki nem ragadhat engem, hogy ő nem változik meg, akkor betöltöm azt az igét, amit mond ugye a 121. Zsoltárban, hogy az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földöt, aki nem engedi, hogy a lábam inogjon, aki nem szunnyad, aki az én őrizőm. És így beszél, és saját magához, a lelkihez is beszél. És hát én ugyanezt a folyamaton átmegyünk, szerintem mindenki átmegy, és amikor a tekintetemet le tudom venni, nem csak akaratból, hanem a Szent Szellemnek a segítségével, az Isten jelenlétében le tudom venni a körülményekről, erről az információs őrületről, hogy mindjárt a Putyin, meg akkor, ha nem a Putyin, akkor a vírus, meg amiről a Tamás is beszélt. Az UFO-k. Bármi. Földönkívüliek. És minden jöhet. És ha ezt le tudom erről venni a tekintetemet, és meg tudom látni azt, amit az Elizeus szolgája is meglátott. Ugye jöttek a seregek, hogy elfogják az Elizeus, nagy hadsereg vonult fel. És a szolga meg ott jajgatott, hogy jaj, uram, mi lesz? És akkor az Elizeus könyörgött, és mondta, hogy uram, nyisd meg ennek a szolgának a szemét.
És Isten meghallgatta a prófétának az imáját, kinyitotta a szolga szemét, és az látta, hogy a hegyoldal tele van tüzes lovagokkal. És hát utána ezek a nagy-nagy seregek, akiknek egy lehelet van csak az orrukban. Ezek a nagy hatalmasságok, akik úgy gondolják, hogy az Isten népével feltörlik majd a padlót. Hogyha egy róka átugrik, amit akarnak csinálni, az is össze fog omlani. Ezek az Isten kezében vannak. És hogyha én az Isten szellemével betelek, és betelünk, akkor elkezdünk úgy látni, érezni, gondolni, ahogy ő. Ez a kulcs, ez a kereszténység, ez a hívő élet. És nagyon nagy harc van most is, de szerintem mindenkor, a félelem urával, aki manipulálni próbál ezzel minket. Nem biztos, hogy jól értem, de nekem az körvonalazódik, hogy az emberek ezek szerint félnek egy csomó olyan dologtól, ami egyáltalán nem reális. De és reális. Hogy a mi válaszaink ezekre azok, hogy ezek mind hazugságok, és nem. Csak a félelemkeltést szolgálják. Holott én a Bibliából azt látom, meg azért az emberiség történelmében is, hogy nagyon sok nehézség volt azért, már eddig is, és még várható is, ugye Pál azt mondja Timóteusnak, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, tehát hogy valószínűleg ez a félelem kérdés, ez nem arról szól, hogy most reális-e az a sok nehézség, amit elénk festenek így úgy amúgy, hanem az, hogy mi hogyan reagálunk azokra a nehézségekre, amik szembe jönnek velünk, hogy akkor most hogy van ez Tamás szerinted? Bár Feri már itt igyekezett megadni a választ. De tehát, hogy akkor mindent hárítanunk kell, és homokba dugni a fejünket? Hát ha belenézel a Bibliába, akkor azt látod, hogy nem a klímaváltozás a probléma. A probléma a mértéktelenség, a probléma a mohóság, a probléma egy olyan csomó dolog, ami mindig és mindenkor probléma. A másik nagyon fontos dolog, hogy azt látni, hogy minél többet birtokol valaki, annál stresszesebb, annál szorongóbb, több a vesztenivalója, nehezebben látja át, hogy hogyan is tudja megvédeni mindazt, amire már szert tett, és hogyha a másiknak lapos tévéje van, akkor neki is kell a lapos tévé, és akkor felveszi a svájci frank hitelt, mert kell a lapos tévé, pedig egyébként nem biztos. Hogy kell, vagy nem akkora, vagy nem olyan. Nem tudunk megelégedettséggel élni, mert részben ugye a fogyasztói társadalom is hajt bennünket, és a kívánság, amiben a pusztítás van, mondja Péter apostol, ez okozza a problémákat. A klímakatasztrófa, az összes többi, ez következmény, ez nem igazán a probléma. A probléma velünk van, az emberekkel van, és azt gondolom, hogy az, hogyha mi jó emberi kapcsolatokban tudunk élni, és képesek vagyunk az Istennek a tanácsait legalább részben megfogadni, a mértékletességről, a megelégedettségről, a hálaadásról, a hálás szívről, mert a keresztényekről sok mindent lehet mondani, de azért én azt tapasztalom és azt látom, hogy egy dologban jók a hálaadásban. Tehát észreveszik azt, hogy kaptak valamit, megköszönik, stb. A világban meg azt látni, hogy... Szóval, hogy ez annyira nincsen. Nem vagyok minden területen elégedett a kereszténységgel, de ez például tipikusan olyan, amit szerintem sajtban is alukat. Jól csinálunk, vagy amiről azért fel lehet ismerni 5 perc alatt valakiről, hogy hívő ember, vagy pedig nem, hogy képes arra, hogy hálás legyen. Szóval, hogy azt is látni kell, hogy ezek összefüggenek egymással. Tehát itt nem arról van szó, hogy jaj a klíma, meg jaj az ez, meg jaj az az, hanem arról van szó, hogy mi emberek fajzunk el, mi emberek megyünk tévútra, mi emberek élünk olyan életet, ami felemész bennünket is, felemészte a környezetünket is, és ez az egészet a kívánság hajtja. Igen, csak egy kis zárójelnek a megnyitása, hogy az az épület, ahol most vagyunk, valamikor fegyvergyárnak épült, és hihetetlen erőfeszítéseket tettek azért, hogy ez létrejön, és azon gondolkodtam, amikor itt körbenéztem, hogy mi pénzt beleöltek abba, hogy fegyverek készüljenek, vagy azért, most, hogy megvédjük magunkat a másik embertől, és biztonságba helyezzük magunkat, vagy pedig azért, hogy elvegyük a másiktól azt, amit magunknak szeretnénk. Tehát elképesztő, hogy a mai napig az egyik legnagyobb biznisz az a fegyverekben van, tehát hogy az egyik ember hogy tudja a másik embert kordában tartani, hogy tudom magamat megvédeni a másik embertől, vagy hogy tudok rajta uralkodni, tehát ez valami... Azért én ezt egy picit árnyalnám, tehát nagyon jó óta szükség van a fegyverekre. Na de miért? Azért, hogy visszaszoruljon a bűn. Hát ez nem az, okay, de nem a...
nem az állatok nélkül, bűne, vagy a növényeké, hanem az emberekben lakozó bűn. De nem ok nélkül viseli a fegyvert. Tehát az, tudom, hogy még nem történt meg ugyanaz, mint az özönvíz előtt, az részben annak köszönhető, hogy az állam kezébe az Isten fegyvert adott, ezzel is vissza lehet élni, stb. Stb. A de másik... hát arról beszél az Attila szerintem, hogy a hadiipar olyan méretű, igen, erőforrásokat másik, fogyaszt, mint például az illatszeripar, vagy hogy hívják, meg az orvosi, meg ezek. Tehát olyan, tehát az is a félelemre épít, abszolút, az tehát egész. Az elmulást. De ezt is szeretném mondani, hogy ez is egy téveszme, tehát ez nem így van. A háború a világ legköltségesebb dolga. Az emberek, akik meghalnak, ahelyett, hogy dolgoznának, meg adót fizetnének, lerombolunk valamit. Maga az, hogy ellődözünk, nem tudom én, millió dollárokat, meg nem tudom én micsoda, amiben ezek a rakéták, meg a muníció, meg a nem tudom én micsoda kerül. Tehát legalább négyszeres kárt, négyszeres pusztítást okoz minden háború. De a háborúk sohasem azért folynak, hogy valaki pénzt csináljon. Az mindig a politika miatt folyik, jön a fehér lovas, az ideológia lődözi a nyilait, és aztán az emberek egymásnak esnek, és igen, ebből aztán a kalmárok hasznot húznak. Igen. De a felevad az első, és csak utána jönnek a felevad javába a kalmárok. Abszolút egyetértünk, én csak arra szerettem volna utalni, hogy igaz, hogy Noé óta van ez így, de mégiscsak az erőfeszítések arról szólnak, hogy az emberben lakozó bűnt próbáljuk meg valahogy kordában tartani, és hogy ez egészen megdöbbentő, mert azért ez egy érdekes bizonyítványt állít ki arról, hogy úgy egyébként az Isten nélkül milyen állapotban van az ember, és tényleg csak akkor egy picit hosszúra nyújtottam ezt a zárójelet, de hogy mekkora lehetőség van nekünk a kezünkben, amikor az evangéliumot hirdethetjük, amiben benne van az újjászületésnek a reménysége, hogy az ember megváltozhat. Hogy az az eltorzult ember, aki az Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, olyan állapotba került Noé idejére, hogy elég radikális intézkedéseket kellett hozni az örökkévalónak, és most pedig itt van az evangélium, tehát hogy tulajdonképpen van egyfajta ellenszerünk, amivel ha már ugye idéztem a Timóteusnak a levelét, ott aztán felsorolja az egoista embernek a látleletét, és hogy itt van a kezünkben, a szánkban, a szívünkben az az üzenet, az Istennek az a kijelentés, ami képes arra, hogy az egoista emberből egy a másikat akár, Uram, bocsánat, önfeláldozó módon szerető emberré váljon. Na de visszakanyarodva akkor a félelemre, Ervin, hogy mi a félelemnek a forrása? Én még annyira utalnék az előző gondolatsorhoz, amit mondtak, hogy valóban úgy van, hogy a Szentírás az nem festett fel nekünk egy olyan pályát, amiben ez nem fog előfordulni. Igen. Tehát, ahogy utaltam az előző válaszomban is, hogy ez akár az Új Szövetség, akár az Ószövetség, ez jelen volt. A jó és a gonosz az mindig harcban áll, és amíg a nap alatt vagyunk, és ebben a világban vagyunk, addig annak a tanúi vagyunk, hogy minden próbál bennünket eltéríteni attól arról az útról, amelyet az Isten jelölt ki az ember számára. Az ember számára alapvetően Isten jót tervezett, és meg is teremtett hozzá minden feltételt, hogy az ember szeretetben, békességben éljen. Az, hogy bejött a bűn, és bejött a gonosz, és bejött egy csomó minden olyan, ami ugye ezt széttúrta, onnantól kezdve van egyfajta felelősségvállalásunk abban, hogy hogyan viszonyulunk ehhez, és bizony itt jön be annak a kérdés, hogy honnan ered. Egyértelmű, hogy nem az Isten félemlít meg bennünket, és nem az Isten akarja, hogy mi féljünk, vagy szorongjunk. Egyértelmű az is, hogy ez egy negatív hatás az emberbe, de az is egyértelmű a Szentírásból, hogy az Isten, aki mindent a javunkra fordít, ki tudja belőlünk azt hozni, hogy ezekben a helyzetekben megerősödve egymást is, magunkat is bátorítsuk és segítsük abban, hogy igen, ezen túl kell mennünk, ez ezzel jár, ezzel az élettel jár, hiszen e világban nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát ez a kiindulásunk kell, hogy legyen. És ha őszinte vagyok, nem is az ember, én személyesen, nem is a saját magam vagy a saját jövőm miatt van bizonytalanság, félelem, hanem az utódaink, a gyerekeink, az unokáink, akiket tudom, hogy az Isten fog megtartani, tudom, hogy az Úr kezében vannak.
viszont arra megtanítani és abban segíteni őket, hogy ezt ők megéljék, és amikor tényleg kihívásokba kerülnek, hogy az Úrhoz forduljanak. És erre nagyon szép példákat látok, akár családi vonatkozásban is, hogy ez a folyamat zajlik. Na, inkább nekem ezek az olyan dolgok, amik ugye a jövőben azzal töltenek el, hogy hogyan tudom átadni azt a hitemet, hogy amit én magam is átéltem, hiszen még a Kádár rendszer, Kádár korszakba tértem meg, és jöttek mindenféle dolgok az ember életébe, ez alatt az 50 év alatt, hogy hogyan tudod azt átörökíteni, hogy az az Isten, aki elhívott, aki szeretett, aki az életét adta érted, az az Isten ott van, tovább vezet, megőriz, megtart. És ha ezt át tudjuk örökíteni, akkor a legértékesebbet örökítettük át. Azt örökítettük át, vagy azt adtuk át, most akár családon belül, családon kívül hívőknek, hogy aki az Istenben bízik, az nem szégyenül meg. És ez igaz a hatalmasságokkal szembeni harcunkra, igaz a minden területen az életnek. Feri, van a félelemnek egészséges mértéke? Hát ezt nem tudom, de viszont nagyon elültetted a bogarat az előző fél kérdéseddel, amit a Görbic megtrollkodott, hogy ugye... Hát félrebeszéltek, muszáj ki. Nem, néha muszáj neki, de nem. Most én azért visszatérnék arra, amit te mondtál, hogyha megengeded, hogy ugye van realitása annak, hogy ez a világ valóban egy rossz irányba halad, hogy egy katasztrófa közeli állapotban egyre romlanak a környezeti értékek, egyre romlik a fogyasztói társadalom, és így tovább lehet. Tehát ezek reális dolgok, ezek reális veszélyek. Erkölcsileg is. És mindenféle tekintetben egy nehéz helyzet van, igaz az, amit Jézus mondott, hogy e világ a gonoszságban vesztegel. És itt, ami én kérdésként magamnak is felteszek, meg szerintem érdemes ezen gondolkodni, meg imádkozni is, hogy mennyire tudjuk mi függetleníteni magunkat. Mennyire tudjuk magunkat elkülöníteni. Tehát mit tudom, jön egy természeti katasztrófa, az ott nem biztos, hogy különbséget tesz hívő és hitetlen között, amikor kitör a vulkán, vagy mit tudom én, áradnak a vizek, vagy ilyesmi, vagy egy háború, vagy egy olyan körülmények, amik éghajlati katasztrófák. Tehát ezek, hogy mennyire tudjuk mi magunkat függetleníteni, nem csak érzelmileg, hanem vajon az Istennél megvan erre is az oltalom? Vagy egy speciális elbánásban részesíti a hívőket adott esetben? Az én válaszom, ha már föltettem a kérdést. Igen. Kimegyünk addig, amíg itt beszélgetek magammal, igen. Hogy az én válaszom az, hogy igen. Igen, hogy az Istennél van megoldás, van oltalom. Például, hogy az egyiptomi 10 csapásnál a Gósen földjére nem érkezett csapás. Tehát ahol épp az előbb mondtad, hogy azért nem fog válogatni az árvíz, hogy most akkor kikerül. De mégis volt valamiféle elkülönítés. Elkülönítés történt, megkülönböztetés történt. Én személyesen hiszek abban, hogy az Istennek a védelme, oltalma ott van minden egyes Isten gyermekének az életén. Ez az, ami sok kérdést vet fel, mert nyilván megbetegszenek hívők, meg is halnak hívők, meg nehéz helyzetbe kerülnek hívők, de én, és lehet, hogy ezzel egy kicsit bedobom a Párizs almáját is, hogy én nekem az a véleményem, hogy nagyon sok múlik a mi hitünkön, Istennel való kapcsolatunknak a közelségén, hogy mennyire éljük vele, mennyire az ő jelenlétében éljük az életünket, hogy mennyire sodor, mennyire sodortatunk el a világ által. Amit te is idéztél, hogy nehéz idők állnak elő, és lesznek de te maradj meg abban, amit tanítottam. Te maradj benne, maradjunk benne abban, hogy de az Isten szeretőknek akkor is minden összedolgozik a javukra. Tehát, hogy valahogy az Isten ebből is a nehéz helyzetből, amiben akár van az ember is, van oka arra, hogy féljen, mert rossz leletet kapott, vagy olyan dolgok vannak az anyagi életében, ami indokolnák azt, hogy féljen. De én az Úrban bízom. Hát a Zsoltáros rendszeresen azt mondja, hogy borzalmas, rettenetes, de én akkor is az Úrban bízom. És
és az Isten jelenlétében működnek ezek a dolgok. Ezek sterilen nem működnek. A vallás nem fog megoltalmazni a félelemtől. Az Istennel való személyes kapcsolat, ő az én oltalmam. Nem, végig az van, hogy ő. Bocsánat. Köszönöm. Bár egy picit most összecsúszott itt két kategória, tehát vannak azok az általános dolgok, amik kollektíven mindenkit érintenek, amiktől kollektíven fél mindenki, ugye klímaváltozás, háború, gazdasági válság, erkölcsi állapotok, amik jellemzőek a társadalomra, és a többi, és a többi. És van a másik kategória, ami pedig ettől függetlenül mindenkit érinthet, egy anyagi kihívás, egy kapcsolati nehézség, egy egészségügyi probléma, és a többi, és a többi. És most lehet, hogy nem jól értettem a Feri válaszát, Tamás, de nekem ugye úgy tűnt, hogy Feri azt mondta, hogy igazából a mi válaszunk a félelemre az, hogyha valaki ezekkel mondjuk az általános félelmekkel küzd. Most induljunk ki ebből, mert ez volt az alaptémánk, hogy legyél hívő, és akkor bár lesz háború, de az téged nem fog érinteni, bár lesz gazdasági nehézség, de akkor az téged ki fog kerülni. Hogy te is ilyen választ adnál erre a felmerülő kérdésre, hogy a félelemre, mint problémára, hogyha hívő vagy, akkor ezek a nehézségek téged nem fognak érinteni. Igen, hát nekem ugye ezzel az a problémám, hogy csak ebbe az életben reménykedünk a Krisztusba, akkor az nem az a hit, amiről mi beszélünk. Én azt gondolom, hogy az életünk fonala és a dolgaink Isten kezében vannak, ezért, hogyha úgy van, akkor lehet, hogy egész Jerikó leomlik, de az a ház, amiben mi lakunk, az ott fog maradni a helyén, és nem lesz semmi baja. És hogyha Isten értünk harcol, akkor a csapások minket nem fognak érni Gósen földjén, hanem azokat fogják érni, akik sanyargatnak, nyomorgatnak, és nem tudom én mit csinál, hiszen értem száll harcba az Isten, nem pedig akinek van füle haján, a lélek a gyülekezetnek. Ezzel együtt azzal is tisztába kell lenni, hogy amit mi építünk, az nem ebből a világból való. Igen. És éppen ezért az evilági dolgok nem is tudják elvenni tőlünk, és ez a jó benne. Mert hogyha valaki csak evilágit épít, azt elveszi a szélvihar és az ár. De ha valaki nem csak evilágit épít, akkor lehet, hogy az evilágit elveszi tőle a szélvihar és az ár. De az igazán fontosat nem tudja elvenni tőle, és akkor itt kapcsolódnék az Ervinhez annyiban, hogy ha megnézzük, ugye Isten valamiért kedvét lelte, hogy egy meddőházas párt hívjon el Ábrahámot és Sárát, akinek nem lett gyereke, és ő belőle csinál a saját magának egy nagy népet. Kedveli ezeket a dolgokat az Isten, és meg is csinálta, és azt mondta, hogy ha ti méltatlanok vagytok, akkor Isten a kövekből fog Ábrahámnak fiakat támasztani, meg fogja csinálni ezeket a dolgokat. És amikor harcoltak az örökségért, amiért Jákob harcolt Ézsauval, már az anyja méhében minden, az nem a marhák voltak, meg nem a juhok voltak, meg nem a gabona volt, meg nem az arany, meg az ezüst volt. Az az Isten ismerete volt, amit Ábrahám átadott Izsáknak, és amit Izsák tovább gyarapított, és átadta Jákobnak, és Jákob a fiainak, Józsefnek és Judának, hogy ismerik az Istent, hogy tudják, hogy kicsoda az Isten, hogy van kijelentésük az élő Istenről. Ez volt az igazi örökség, ez volt az igazi kincs. Ezért ment be még lopni is Jákob a sátorba, hogy ezt megszerezze az Istennek az ismeretét. Most az egész sztorit nem akarnám elmondani. De a dolognak ez a lényege, hogy ők nem a juhokért harcoltak meg a kecskékért, azt Jákob odaadta Ézsaunak, mikor visszatért, hogy megengesztelje, mert tudta, hogy Ézsaunak ez fontos, de Jákobnak nem ez volt fontos neki, az volt a fontos, hogy az angyal áldja őt meg. És az Isten mondja ki felőle a jó dolgokat, mert a jövőt az Isten szava irányítja, nem pedig az embereknek a beszédei. Ervin, úgy tűnik nekem, de ez csak lehet, hogy abszolút egy ilyen feltételezés, és nem biztos, hogy így van, mintha nem lenne teljesen ugyanaz a véleménye a Ferinek meg a Tamásnak, hogy te mit mondasz, hogy melyiküknek van igaza? Hát mind a kettőnek. Neked, aki óvatosan teszed fel ezt a kérdést. Jó. De jól látod a helyzetet, és jól provokálsz, igen. Mindenképpen úgy gondolom, hogy mindenkinek igaza. Mindenkinek és senkinek, ez az. És nekem is igaza van természetesen. És akkor lépjünk tovább. Megint mehetünk hozzá. Nem könnyű kérdés ez, mert most itt a kellemes szobába, stúdióba, itt most elbeszélgetünk erről, és nagyon jó pofát vágunk hozzá, bocsánat, hogy így fejezem ki, és nagyon értelmeseket mondunk, és amikor ott vagyunk abban a helyzetben, az megmér bennünket.
De azért is mondjuk ezt el, és azért bátorkodunk ebben állást foglalni, mert voltak területek, amikor mi is megpróbáltattunk. És nem mondom, hogy ezek olyanok voltak, mondjuk, mint akár a apostoloké, vagy nem. De voltak olyanok, amelyek, és nyilván Isten tudta, hogy mibe enged bele bennünket, és miből hoz ki jót. És viszont ezek valahol olyan értékekké válnak bennünk, ami semmihez nem hasonlítható. És amikor beszéltem az utódokról, illetve hogy mit adnék át, akkor pontosan erre gondoltam, hogy nem fogják tudni kikerülni. Én magam is láttam, hogy nem tudták kikerülni. Az én összes imám és az összes nem tudom én mim ellenére sem tudtak kikerülni bizonyos dolgokat, amiket a saját döntéseik miatt kellett, hogy megmérettessenek abban a helyzetben. De ha azt át tudod adni, hogy mindig van visszaút, mindig van helyreállás, mindig mehetsz az Istenhez. Nagyon emlékszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt a gyerekeimmel kapcsolatosan, hogy Istenhez mindig fordulhatsz. Sőt, én hozzátettem, hogy én is, ha tudok, akkor szívesen segítek. Ezek felbecsülhetetlen értékek. És nem tudod, tehát én tényleg nem tudom, hogy csak el vagyok szörnyülködve, hogy egyáltalán ez az egész világ, hogy hova tendál, és mennyire gyorsan tendál abba az irányba, hogy fogalmunk nincs arról, hogy az összes olyan, amit ugye beharangoznak, hogy jön a gyerekeinkre, látom a függőségeket kialakulni a médiához, a mindenhez, hogy hova vezet. De egy dolgot biztosan tudok, hogy amikor ők oda kerülnek, és azt mondják, hogy segítségül hívom az Úr nevét, akkor meg fognak tartatni. Akkor attól függetlenül, hogy én már hol leszek, vagy hol nem leszek. És én azt gondolom, hogy nincs jobb módszer, és nincs jobb üzenet a félelemmel szemben, hogy ne félj, mert én veled vagyok, és ne csüggedj, mert én vagyok az Istened. És ha félnem kellene, és mondja Dávid, az Úrban bízok én. És hogyha amikor nehézségek, tehát nem tudunk jobb, ez nagyon sematikusnak tűnő dolog, de én azt gondolom, hogy én nem tudok majd ott lenni abban a szituációban, amiben ő belekerül. Én a magamét ismerem, de az Isten az ott van, és az Isten látja, és aki az Istenben bízik, az megáll. Az meg fog állni, és én ennek nagyon... Ezért, tehát ebben nem csalódtam soha az Istenben, hogy akkor, amikor nehézségek voltak, kihívások voltak, és az ember odafordult az Úrhoz, pedig hát tudom, hogy velem volt, velem van, velem marad a világ végezetig, de mégis ebben megújul az ember, az mindig egy hatalmas áldás. Tehát igen, mindenkinek igaza van, aki szól. Feri, Jézus a legbelsőbb körének, a barátainak ad tanácsot a félelemmel kapcsolatosan, és azt mondja nekik, hogy nektek, a barátaimnak mondom, hogy ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, hogy kitől féljetek, tehát buzdít a félelemre. Kitől féljetek? Kit kalkuláljatok be? Attól féljetek, akiknek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára, vagy attól féljetek, akinek arra is van hatalma, hogy miután megöl, a gyehennára vessen. Bizony mondom nektek, tőle féljetek. Kire gondolt itt Jézus? És miért mondja ezt? Valószínűleg rád, vagy mit tudom én, kire gondolt érted? Nem, én úgy gondolom, hogy Jézus nem azt a fóbiát, nem azt a félelmet mondja, hogy szorongással, rettegéssel, aggódással tekintsetek a jövőbe. Én nem így gondolom, bár majd mindjárt a görögből kijavít a görvic, de... A szövegkörnyezetből, tehát valamire mondja Jézus, nem csak úgy beleteszi a levegőt. Rendben van, majd mindjárt ezt akkor tetszik kifejteni, de... Én inkább úgy gondolom, hogy kit kalkuláljatok be, kit helyezzetek az első helyre. Azt az Istent, aki egyébként az édesapátok, és ugye nem messze ettől a résztől mondja azt, hogy ne aggódjatok az életetek felől. Ne féljetek, ne rettegjetek, ne aggódjatok. Hát az ég madaraira, mező liliomaira is gondot visel a ti édesapátok. Akkor mennyivel inkább ti rólatok kicsiny hitűek. Tehát amikor ezt mondja
Jézus, akkor én nem egy fenyegető Isten képet látok ebben, hogy majd az Isten jól a gehennábra vet, hanem azt, hogy nem érdemes félni, hát egy sokkal nagyobb van velünk, akinek lehetne hatalma, és van is hatalma, hogy akár a gehennára is vethetne, de sokkal jobbat végzett felőlünk, a mennybe fogunk menni. És én egyetértek a Tamással, hogyha ebben az életben reménykedünk, és a fókusz ott van, hogy ebben az életben jaj, csak ne legyen velünk baj, mert ez is egy félelem, és ez is egyfajta belemenekülés a hitbe. Nem tudom, hogy érthető, hogy mit mondok, de van egy ilyen, amikor ilyen félelemmel kevert hit. Hitre hivatkozva hárítok. Igen, igen. Nem akarok szembenézni. De van, amikor így indul az ember. Van, amikor így indul. Nem tudhatjuk például azt, hogy a Dávid, amikor a sekemi, nem sekem, sikem, amikor kifosztották a... Siklág. Siklág, tessék. Ciklág. Siklág, sik-sik. Na, szóval a siklágban, amikor elvitték az egész családokat, gyerekeket, asszonyokat, és már a saját emberei akarták megkövezni, akkor hát ő teljesen jogosan félhetett, hát baj volt, óriási nagy baj volt. És maradt az, amit az Ervin mond, hogy ha ezt át tudjuk adni a gyülekezetnek, vagy az utódainknak, hogy de Dávid megerősítette magát az Úrban. Tehát a Dávid annak ellenére, hogy a körülmények nagyon ellene szóltak mindennek. Ő mégis először lehet, hogy félt és rettegett ő is, de azt mondta, oda megyek az én Istenemhez. És az Isten azt mondta, hogy figyelj, Dávid, menj utána, és megvered úgy, mint a Gedeonnak mondta, mint egy embert. Az is egy félős csávó volt, a Gedeon. És az Isten, amikor találkozott az Istennel, akkor az Isten ebből a félelemből hitet tudott létrehozni. Tehát úgy gondolom, mindegyikünket megtámadja a félelem. Itt nem ez a kérdés. És van valóban mitől félni. Hanem az a kérdés, hogy ebben a helyzetben ezt a félős, rettegős, megtámadott szívünkkel oda megyünk az Úrhoz. És jön az Istennek a jelenléte, az Istennek a szelleme, és kiszorítja a félelmet. És a félelem helyére az Isten szeretete behelyezi a hitet. És ez egy napi kurzus, ez egy napi feladvány. És én például nagyon kapaszkodok egy igébe, hogy azt mondja ugye Pál apostol, hogy erőn felül nem fog az Isten kísérteni. És a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja. És hogy teljes örömnek tartsátok, amikor benne vagytok ilyen próbatételekben, mert tegnap beszélgettünk erről a Tamásról, mert ilyenkor lefelé mennek a gyökerek. Még inkább az Istenbe kapaszkodik az embernek a lelke, a szíve. Én is átmentem nem egy-kettő, nagyon sok olyan helyzeten, amikor kétségbejtő állapotban zokogtam az Úr előtt. És nem ez volt a kérdés, és ilyenkor nagyon nehéz, és nagyon rossz, hanem az a kérdés, hogy mindezekben megsegített az Úr. Mindezekben adott kegyelmet, és nem a mi érdemünk, vagy az én érdemem, vagy akárkinek az érdeme ez, hanem az Isten még az akarás is ő munkája, és az ővéi vagyunk. És azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek, és aki én bennem marad, és ott kell maradni ő benne, holott ő már bennünk van, de mégis ezt a kapcsolatot nekünk kell élni. És amikor benne vagyunk ebben a kapcsolatban, akkor a félelem nem fog győzni fölöttünk. Köszönöm szépen. A Feri ugye azt jól mondta Tamás, hogy közvetlen, ahogy elmondja Jézus, hogy kitől kell félni, utána beszél arról, hogy még a verebek is milyen szinten élvezik az Istennek a gondoskodását, egy sem eshet le az atyánknak a tudta nélkül, nekünk pedig még a hajunk szálai is számon vannak tartva. Viszont érdekes, hogy amire Feri utalt, hogy ott a félelem az valószínűleg nem a fóbia, ott történetesen a görög pont a fóbia szót használja, és én értem, mire gondolt a Feri, de hogy akkor most mégis kire gondolt Jézus, hogy kitől kell félni? Mert mondtuk, hogy majd akkor igen, te megfejted itt a szövet környezet az, hogy üldöznek benneteket a hitetekért. És ugye az antikrisztusi időkre is utal, amikor halálra üldöznek benneteket a hitetekért. És tudod jól, hogyha elkapnak, akkor meg fognak kínozni, akkor mindenedet elveszik, és minden, ami neked szent, igaz, jó és szép, azt próbálják lábbal tiporni, tönkretenni. Bocs, ennek van realitása most szerinted a mai világban? Ha igen, akkor hogyan? Az a baj, hogy sokszor azt gondolja az ember, hogy nincs, aztán pillanatok alatt kiderül, hogy van. Lehet. Vagy lehet.
És ugye Jézus ezért tanít erről, és ugye azt mondja, hogy ne féljetek tőlük, amit fülbesokban mondok, a háztetőkről hirdessétek. Ez az egyik ellenszer. Amikor megfélemlítéssel torkodra akarják forrasztani a szót, annál hangosabban kell kiabálni. Ezt még a szüzektől is elvárták a városban, amikor... Erőszakolták őket, igen. Tehát ezek kifejezetten egy üldözéses állapotra vonatkozó részek, és amikor szembe kell nézni a halállal, akkor is fontos, hogy ne attól félj, aki csak a tested életét veheti el, hanem félj az Istentől. Sokkal fontosabb az, hogy az életed Isten kezében legyen. És ugye ne félj, mert nem vagy elfelejtve, a hajad szálas. Egy szenvedő ember, egy üldözött ember magányos. Mert sokan elhagyják, elárulják, és fél az árulástól, fél, hogy még a megmaradtak is, akik legalább egy pohár vizet titokba oda nyújtottak, hogy azok is azt fogják mondani, hogy ez miattad van, megérdemelted, hát ismerjük az áldozat hibáztatásnak ezt az önféltő beteg mechanizmusát, és látjuk is, hát ott vannak a történelmi példák, nem akarom őket sorolni. Most csak egy zárójeles beszúrás megint, hogy pont az imént idézett mondat Pál apostoltól, amikor írt Timóteusnak, hogy az utolsó időkben milyen napok jönnek, akkor azt megelőzően végig azt sorolja fel, hogy ő most milyen üldözésnek van kitévés, hogy hányan hagyták ott. Tehát, hogy mennyire egyedül maradt ebben a szituációban. Ezért fontos ezt a két dolgot tudni, és akkor visszautalnék arra, amit a Feri is mondott Illésről és Elizeusról. Az egyik az, hogy az Isten nem felejtett el téged. A hajad tehát lehetetlen, nem vagy Isten háta mögött. Nincs az, amivel az ördög Jézusnál is bepróbálkozott, hogy az Isten is elhagyott, most már kész vége, sötétség van, semmi más nincsen. Mindig többen vannak veled, mint ellened. Mert ha az Isten veled, akkor kicsoda ellened. Kiszakíthat el téged az Istennek a szeretetétől. És soha nem vagy egyedül. Mindig van maradék. Soha nem vagy egyedül. Mindig vannak társak, mindig vannak hűségesek, mindig vannak olyanok, akik igenis tudják, hogy mi a helyes, mi a jó, és mi az igazság. Még ha nem is látod őket, mert barlangokban rejtőznek, vagy ki tudja, hol vannak, de mindig vannak. Soha nem vagy egyedül. És akármin is kell keresztül menned, akkor is Jézussal együtt mész azon keresztül. Ha mindenki elhagyna, akkor is tudjad, hogy az Isten nem hagy el téged soha, semmilyen körülmények, nem tudsz olyan bűnös lenni, nem tudsz olyan gonosz lenni, hogy az Isten magadra hagyjon téged, vele fogsz keresztül menni, bármin kelljen keresztül menned. Köszönöm szépen. Ervin, nagyon megérintett, amit az előbb mondtál így az utódokról, meg az utánunk következő generációkról, mert ha már így kérdeztétek, ugye nekem a legnagyobb kísértés a félelem területén, az nem elsősorban az önmagamért való aggódás, hanem az, hogy vannak emberek, akiket féltek, akikért aggódom, és hogyha van bárki, aki hallgat bennünket ilyen helyzetben, hogy ez a legkiszolgáltatottabb dolog, mert érzed azt, hogy a lehetőségeid korlátosak, tehát hogy igyekszem mindent megtenni, azokért, akit szeretsz, hogy megvédd őket, akár a saját rossz döntéseiktől, hogyha már belekerültek egy olyan helyzetbe, nem tudom, egy függőségbe, egy betegségbe, egy akármilyen problémába. Tehát, hogyha valaki van ilyen helyzetben, és érzi azt, hogy folyamatosan gyötri ez a félelem, akkor nekik te mit tudsz tanácsolni? Hát, amit el is mondtam, megismételni tudom, hogy az Istenben bízom, mindabban, amik itt most elhangoztak, hogy az Isten veled van, az Istenhez fordulhatsz, az Istennél mindig van megoldás a számodra, soha nincs vége. Igen, ezt tanácsolnám meg, hát az Isten félelem, mert ha már itt az előző kérdésnél, hát attól féljetek, hát az Isten félelem. Tehát az Istentől féljetek, ő nem fog a gyehennára vetni, hanem pont az Isten félelem fog megőrizni attól, hogy az ember rossz körülmények közé kerüljön. Tehát, az Istennek a félelme, kifejti az írás, az a gonosznak a gyűlölése, ez egy nem egy rettegés, igen, a szeretettől, a világosságtól, aki maga az Isten. Tehát mindenképpen azt tanácsolom, és a jövőben is ezt szeretném tanácsolni, és szeretném ezt úgy átörökíteni, hogy ők is tudják tanácsolni tovább, hogy tényleg ez különböztet meg bennünket a vallásosságtól, hogy egy élő személyes hitünk van, és tudjuk, hogy az Isten most is itt is, és mindenhol ott van, és ő hozzá minden körülmények között lehet fordulni. És az egész Szentíráson az vonul végig, hogy azok az emberek, az előzőleg idézett hithősök, azok mindig tudták, hogy van egy pont, amikor összecsapna az árvíz fölötted, de azon a ponton
és az a megoldás, hogy Istenben nyugszik meg a lelkem, hogy Istenben bízok, és nem félek, és ember mit árthat nekem. Tehát mindezek a dolgok. És nagyon-nagyon jó azt átélni, és most már egyre inkább, ugye, mivel már a gyerekeim is felnőttek, hogy amikor ők ezt megélik és gyakorolják, akkor vissza is jelzik. Azt, hogy tényleg akkor azon a ponton, amikor úgy nézett ki, hogy magányos volt, elhagyott volt, összecsaptak a hullámok a feje fölött, hogy akkor azért az Isten megtartotta. És igen, nyilván mindnyájan, akik szeretjük a gyerekeinket, az unokáinkat, a gyülekezetben is, ugye, mi mindnyájan azért vagyunk, hogy ebben segítsünk. Ebben segítsünk, és lesznek élethelyzetek, amikor nem tudsz ott lenni, nem tudsz beavatkozni, de azt tudod, hogy az az érték, amit átadtál, az az áldás, az az Isten félelem, az meg fogja őt tartani. Ő fog tudni, hova fordulni. És amikor oda fordul, akkor, és szerintem most ezt zárójelben is tudom, hogy rövid az idő, beleenged Isten, meggyőződésem, hogy beleenged az Isten bennünket kihívásokba, nehézségekbe, olyan körülményekbe, amiket egyébként nem kívánunk. Olyan dolgokba, amit egyébként úgy gondoljuk, hogy ez el kéne, hogy kerüljön bennünket, és azt gondolom, hogy azért enged be, mert meg akarja mutatni a dicsőségét. Meg akarja mutatni azt, hogy bármilyen helyzetbe kerülsz, gyermekem, én ott vagyok veled, megsegítelek, tehát ezek elhangoztak, csak kicsit összefogás, és nem mondom, hogy provokál, de azt is mondhatnám, hogy ki provokálja belőlünk azt a fajta bizalmat, azt a fajta belekapaszkodást, amit egyébként, ha most ilyen vörös szőnyegen mennénk, és semmilyen ilyen dolog nem érne bennünket, akkor talán nem tapasztalnánk meg. Uff, végeztem. Igen, hogy az Isten félelemre egy jó definíció, amit a Zsoltárban olvashatunk, hogy az örökkévaló nem a lovak erejében, nem a férfi izmaiban gyönyörködik, bár ugye most erre is van lehetőség a kedves nézőknek, és szeretném a nemek asztalra fölhívni a figyelmet. Mert nincs még itt a mutitól rendelt ilyen. Igen, de majd takaró elem, maradjunk annyiban. Szóval nem ebben gyönyörködik, hanem azt mondja, hogy az Isten félőkben, és utána megmagyarázza, hogy kik az Isten félők, azt mondja, hogy akik az ő szeretetében bíznak. Tehát, hogy az Isten félelem az, hogy tudom, hogy egy kiszolgáltatott helyzetben vagyok, és tudom, hogy az Isten kezében vagyok, ugyanakkor pedig, hogy van egy függőségi viszony, és hogy nem az én kezemben van az irányítás, de ugyanakkor ott van bennem az a bizalom, hogy az, aki a kezében tartja a dolgokat, az szeret engem. Így van. Tehát, hogy jó indulattal van az irányomba, és ahogy Feri is utalta rá, hogy akik az Istent szeretik, azok nyilván csak azért tudják szeretni, mert előbb átérték az ő szeretetét, ugye János erre utal, és akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra lesz. Hát nagyon szépen köszönöm a válaszaitokat. Egyetlen egy utolsó kérdésem maradt, és akkor fél percben válaszoljatok rá. Elhangzott, hogy mennyire fontos, hogy mit hagyunk át az utánunk jövő nemzedéknek, generációnak, hogy igazából a kijelentés a legfontosabb, hogy ez az, ami biztonságban helyezi őket, ami megtartja őket, hogy van annak jelentősége, hogy imádkozunk értük? Tehát a családunkért, gyerekeinkért, akikért szeretünk. Ha igen, akkor szoktátok-e magatokat ebben gyakorolni? Tehát ott tud-e ez egy védelmet biztosítani? Igen. Én szoktam, nagyon erőteljesen imádkozom a gyermekeimért, unokáimért, én nálam ez egy napi kurzus. Amit szeretnék mondani, hogy, és nagyon hiszem annak azt, hogy ennek igenis nagyon komoly jelentősége van, hogy mekkora a jelentősége van, hogy megtudjuk a mennyben, vagy hát mit tudom én, de én úgy vagyok, hogy ezt fontosnak tartom. De most nagyon rövid az idő. Így van. Köszönöm. Van okunk félni. Van okunk félni. De van okunk bízni is. Így van. Tehát minden okunk meg lehet arra, hogy féljünk. És minden okunk és tapasztalatunk megvan arra, hogy ne féljünk, hanem bízzunk abban az Istenben, akiről Sámuel együtt mondhatom, hogy még soha nem hagyott cserbe, soha nem csalódtam el. És még egy mondat, aztán átadom a szót, hogy én úgy gondolom, hogy az Isten nem tettes társ abban, amikor mi bajban, nehézségben, problémában, betegségben, akármibe kerülünk. Ilyenkor ő velünk van, és ki akar hozni. Tehát sokkal inkább a saját ostobaságunk, vagy a körülmények, vagy az ellenségnek a gonoszsága miatt kerülünk mi nehézségbe, és tudjad, és én ebben gyakorlom magam, hogy az Isten velem van.
és az én oldalom van, és kihasználja ezt is arra, hogy minden tűzben megpróbált aranynál értékesebb legyen az a bizalmi kapcsolat, amit ő vele élek. Uf. Köszönöm szépen, hát sajnos a műsorodőnk lejárt, úgyhogy a többiek válaszára már a vágott verzióban nem nyílik lehetőség, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy a vágatlan verziót is majd nézzétek meg a YouTube-on, illetve a Facebookon, és ha vannak kérdéseitek, akkor azt várjuk, és akkor mindenkinek nagyon szép nyarat kívánunk, Isten áldjon benneteket, és szeptemberben újra találkozunk, de addig se feledkezzetek meg rólunk, kövessetek minket, és Jézust.